A készülődés a Győri Nemzeti Színházban. Elmondhatjuk, hogy talán nincs is nagyobb rajongója hazánkban a Beatlesnek, mint Forgács Péter rendező, aki most Kovács Gergely Csanád koreográfussal egy közös Beatles produkciót terveztek a színpadra. A zenés álmokfutás valós történetekből áll össze, amely természetesen nem mellőzi a híres angol humort sem. Gyakorlatilag azok a szövegek, amik elhangzanak, az 90%-ban elhangoztak. Tehát én 28.600 könyvet meg írást elolvastam, és abból olloztam össze én gyakorlatilag ezt a történetet, ha lehet történetnek hívni. És azok a poénok, amiket hallunk, azok gyakorlatilag az ő szájukban elhangoztak, tehát ők ennyire hülyére vették a világot. Olyan zenés-táncos produkció születik, amilyen eddig még nem volt Győrött. A nyugat-európai színvonalú tánctól pedig ropogni fog a színpad. Kovács Gergely Csanád koreográfus egy szürreális keretet adva a történetnek végig szerepel a zenés álmokfutásban, melyben megtaláljuk az ének, a tánc és a próza harmonikus elegyét. Eleinte, amikor elkezdtünk ezen dolgozni, fel kellett szelni darabokra, hogy itt legyen egy próza, jó, akkor innen történik valami, ahova megyünk, és ez az egészet most összefűztük, és az a szerencsés dolog benne, hogy találtunk egy olyan karaktert, aki a Beatles lelkez leszek én, aki folyamatosan tud egy kapcsot tartani, hogy mi az, ami vízió, és mi az, ami nem. Van, amikor én indítom el, megfogom a botomat, és elhúzom, mint egy ilyen gyerekjáték. Sokak szerint a Beatles dalok felvonultatásával akár már előre borítékolható a kirobbanó győri siker. Előadásuk szempontjából ezek azonban túlmutatnak az egyszerűségen. A Beatles fiúknak nincs könnyű dolguk, a sikerért meg kell küzdeni. Énekesi szempontból pedig ezek nagyon nehéz dolgok, olyan ellenszólamok vannak bennük, olyan vokálok, hogy ez egy komoly munka volt ezt összerakni. És tényleg mindenki a lelkét kitette, és kidolgozta azért, hogy ezek a szólamok megszülessenek, és azért, hogy az audiovizuális élmény a közönséghez eljusson, ami a Beatles.hu. Indul tehát az őrület, vegyék fel a ritmust a Csodálatos Ifjúság utolsó nagy bemutatójának színészeivel. Szombattól ebben a produkcióban a közönség láthatja és hallhatja Vastag Tamást, Nagy Balást, Másik Lehelt, Bródi Norbertet, vagy éppen Molnár Ágnest. Közreműködik a Győri Nemzeti Színház zenekara, énekkara és tánckara.